Hazajöttem. Valójában el sem mentem. Csak indulnék, de hova? Ha rám találna a boldogság kék madara? Vajon hol várna tolpehely ágy pihenésre? Széket kitörölne alám és mondaná, Isten hozott, hát valójában el sem megyek. Mert ez az én hazám, házam, otthonom, s ha volnék bár nyelvem a bakonyában bujkáló betyár, a bajban szabadító, égig a magasodó vigasztaló, Isten káromkodással úgy imádkozó, hogy a feloldozást is igennel tagadó, gyűlölve szerető, koldus fillér után egymást taposó, kis szelmenci tragédia jokulátor, kalitkában élő hajléktalan csöves. Hát kelletlen vendégnek ne hívjatok, én akkor is maradok. Mert ez. Ez. Ez az én hazám. Szerintem kezdjük Ezgő Périvel. Keressük fel, úgy visszamenőleg azt a kisfiút, aki egykor ez a felnőtt volt. Lehet, hogy furcsának tűnik, de én óvodás koromra is emlékszem. Méghozzá arra emlékszem, hogy akkor jött divatba ez a téli sapka, aminek két ilyen hosszú, ilyen cofszerű valamilyen volt, fülvédővel, ugye, és itt meg lehetett kötni. És egyszer hazamegyek, emlékszem, és mondja a jó anyám, hogy ez a sapka, ez nem a tiéd. De mondom, hát végülis ez maradt ott a fogason, ez. És aztán hát ezek szerint kicserélték, és hát bőgve mentem vissza, de akkor már nem volt meg a sapka. Később, amivel találkoztam, számomra az eléggé meghatározó volt, hogy ott volt a helyi kultúrház is. Én otthon is valami szikrát kaphattam ebből, mert az én nővérem, ő lelkes színjátszó volt, és a faluban nagyon jól működő csoport volt. A próbánkra nem vittek el magukat, de az előadásokon már ott voltam. És nekem ez is olyan, hogy az álomvilág, a mesevilág, ami később majd teljesülni látszik. Az alapiskolát az 1-től 5-ig helyben Verekényen végeztem, majd utána 6-tól bejáró lettem Pozsonyban. Ugye hol távolsági busszal, hol vonattal közlekedtem, de inkább vonattal közlekedtem, ami ugyanúgy meghatározta később az útjaimat. De még azt akarom mondani, hogy otthon az én apám géplakatos volt. És hétvégén, télen-nyáron, de főleg nyáron azért, mert kiültek az udvaron, nagyon sok vendégünk volt, akkor az volt a televízió, az volt a rádió, mert ott hallottam, vagy emlékszel, hallottátok a híreket, mindent is. Számomra ez olyan volt, hogy ültem és hallgattam. Az anyám, akitől mindig könyvet kaptam ajándékban, arra emlékszem, kiskoromtól kezdve, ez lehetett nagyobb ünnep, születésnap, névnap, könyv. Televízió az később volt, de az már a későbbi, de ez a 50-es években egy nagy rádiónk volt, és ilyen széles állomás keresővel, ami este a sötétben világított. És ilyen emlékszem, képzeld el, ami, hát mi most is majdnem, hogy végigfutott a hideg a hátamon, nekem annyira meghatározó volt, hogy szombat esténként színházi közvetítés volt, hogy este 8-tól. És olyankor, mikor a hétvégére megtörtént a fürdetés, valamikor teknőben, később kád is volt, és az anyámmal odaültünk a rádió elé, lekapcsoltuk a fényt, a villanyt, csak a kereső világított, és hallgattuk az előadást. És egy idő után én az énekeseket, a pesti, akkor nagy neves művészeket én hangról ismert, mindenkit megtudtuk az anyámmal, és ilyenek, ezek maradtak meg benne, mikor azt mondta a bemondó abban, hogy most belép a szobába, táskát leteszi az asztalra, előre megy, hátrafordul és megszólal. És jött az, aminek történnie kellett. És ilyenkor a gyereknek a fantáziáját ez megmozgatta. És én mindent be tudtam képzelni. Én nem láttam, de mégis előttem volt az, és úgy volt előttem az a színpadkép, ahogy én akartam, ugye? Csak a hangot hallottam. És ez valami olyan csodálatos, és ez is
a mesevilág volt. Meg kell, hogy említsem Vereknyén az én tanítóbácsimat, a drága tanítóbácsimat. Jankó Károlynak hívták, akitől nagyon sokat kaptam. Van egy kép, egy régi kép, még Hófehérkés a törpéről, hogy elkezdtek játszatni. Lehet, hogy érzékeny voltam az ilyen dolgokra. Én játszottam a Királyfit. Majd később, mikor Hatoritól Pozsonyba kerültem, na akkor volt az az időszak. Az első 3 év, 6-7-8, az a Zoch utca, a Volt rádió mögött volt az iskola, mi oda jártunk, és én is elég korán megkóstoltam a rádióban, a rádiójátékokban való közreműködést, mert ifjúsági adásokban fiatal gyerek hangokat kerestek. És ugyanúgy, ahogy egy-két osztálytársam, ugyanúgy a Dráfi Magyar kollégák, aki a rendszeresen szereplője volt, ugyanúgy én is ott voltam. És hát számomra is emlékezetes és valami csodálatos, hogy olyan emberekkel találkoztam, akik még a szlovák színház, nemzeti színházban is vezető színészek voltak, de hát ugye nézzük azt, hogy ez háború után van. Ugye? És beszélték a nyelvet, tehát a pressburgiak azok perfekt beszéltek magyarul, németül, szlovákul. Akkor találkoztam én Lőrinc Jánossal a pozsonyi iskolai éveim alatt, aki az egyik országosan az egyik legjobb amatőr színjátszó csoportnak volt a mindenese. Dráfi Matyinak a mosoló apukája nevelő volt. Apja volt. A nevelő igen. Apja volt. És beszervezett, és hát bizony sok-sok emlékem van, és ott már olyan rendezői utasításokat, instrukciókat kaptam, amelyek bizony elindítottak arra, hogy tudtam, hogy mit akar tőlem a rendező, és honnan, hova akar majd, hogy eljusson. Említetted, hogy a szülőfaluttól egészen Komáromig életed során általában elkísért a Duna. Most milyen érzés itt a Dunaparton sétálgatni? Csodálatos érzés. Visszatérve még Vereknyéhez, hát végül is az én fiatal gyerekkorom volt. A Duna az hozzátartozott. Ugye nyári iskolai szünet alatt majdnem naponta kint voltunk a kis Dunán, és akkor még a vize is olyan volt, szokták mondani majdnem, hogy indi lehet belőle. Akkor ide lekerültem Komáromba, 65-ben, 1965-ben. És ha visszagondolok, az volt az időszak, amikor mi még vágyakozva néztünk át a Duna túloldalára, mert a határőrség fönn volt a hídon, és hát mint két világ, minket kvázi befalasztak ide, nem lehetett átmenni. Ez úgy érzem, hogy az az időszak volt, amit Csáki a most műsoron tartott darabjában a Hit és illúzióban megfogalmaz, hogy ha átnéztünk a túlsó partra, akkor úgy éreztük, hogy lélekben osztatlanul magyarnak éreztük magunkat, és hát nem csak én, de sok mindenki ismerőseim, mikor átlépték a híd feléné, az már Magyarországhoz tartozott, szokták mondani, hogy még a levegő is más, hogy gyerekek, hát itthon vagyunk. Minek kell ide ez a határ? Hát érdekes, hogy a művészlelkek általában így élik meg ezt a határt, mint te. Valahol Dobos László is beszél róla, amikor az egyik könyvében írja, hogy a Tisza folyó túlsó partjáról jöttek a felvidéki magyarok, innen Magyarország felől pedig a határőrség is egy sorozatot vágtak az orruk elé, mert nem szabad átmenni az ország határon. Igen. És nem értették ezek a fiatalok, hogy miért kell az embert az embertől, a vizet a víztől elválasztani. Jó érzés, és ilyen lelki nyugalom tölt el, hogy megértem azt a kort, hogy most úgy közlekedünk, mint ahogy ennek a városnak a lakói, mikor Észak-Komárom és Dél-Komárom, tehát egy volt. Amikor akarsz, fogod magad, átmész a határon, senki nem állít meg, nem kérdezi, mint a Gyürevesben, hogy maga kicsoda honnan jött. De az anyámnak a rokonsága, 3 bátyja ott élt Budapesten, kitelepítették, és aztán városban, Pest, már nem emlékszem, hol találkoztunk. És ők Soroksáról laktak kinn, de kivittek,
Hát persze, ugye. Család. Akkor jártál életedben akkor először Magyarországon? Igen. Hány éves voltál? Hát mikor lejöttem ide, hát 22, 21 éves koromban jöttem, vagy 22 éves koromban lehettem. És a találkozásnak a nagy öröme olyan volt, hogy nem tudtak hova tenni. Kérdeztek, anyámmal mi van, hogy éltek, milyen az élet itt a felvidéken. Ugye, mert mikor mi eljöttünk, akkor teljesen más világ volt minden. És hát egy délutántól egész késő estig itt telt az idő. Sokszor, mint turistákat úgy könyveltek el, hogy a cseszkósok itt jártak. A pályádat itt kezdted Komáromban, bár nem ebben a színházban, hanem még a Magyar Területi Színházban. Milyen emlékek fűznek ide téged? Ide, ehhez az épülethez? Hát akár. Hát csodálatos emlékek. Először is, mikor 65-ben lejöttem én a Komáromi, akkor meg a Területi Színházhoz, úgy éreztem, hogy az álmaim valóra válnak. És azokkal a kollégákkal, akkor meg az idős korosztálynak nevezett, hát pár évvel volt a 10-valahány évvel idősebbek tőlünk, akiket én az újságból ismertem, sőt előadásaikat láttam a Pozsony püspökén, Pozsonyban, hogy testközelben végül is dolgozhattam velük. Itt az egyik kollégát meg is mutatnám, ha lehet. Turner Zsigmond, aki az első pillanattól kezdve a szárnyai alá vett. Tehát ez olyan fontos dolog volt, mert az ember azért kicsit ilyen görcsel érkeztem meg, hogy mit fognak szólni az emberek, teljesítenie kell, mutatni kell, bizonyítani kell. És ez egy nagy dolog volt számomra, és ezt utána sok helyütt éreztem, hogy mikor befogadják az embert, nem nézek úgy rá, mint egy idegen, hogy mit keres itt ez az idegen. És attól a pillanattól kezdve is, ez az épület is. Az épület első, majdnem azt mondom, a téglájától itt voltunk, jártunk, néztük az építkezést. És mikor beköltöztünk, hát az nagy dolog volt számunkra valóban. És én mindig azt mondom, hogy hálát adok a jó Istennek, hogy azzal az aranycsapattal, akik alapították a színházat. Utána volt szerencsém, ahogy említettem, dolgozni velük, fantasztikus színészek voltak, akik jó hírnevet szereztek a színháznak, mert ha ők nem alapították volna meg a színházat, nem vitték volna országos szintre, akkor nincs színház, és mi se vagyunk itt. De én még ilyenre emlékszem, kérlek szépen, amikor én ide kerültem a színházhoz, a Szent Péter esernyője még kétszer került felújításra, hosszú évek után. Konkrét például Tornaján játszott a színház, még a Fehér Ló épületében, ha jól emlékszem, egy ilyen sarki ház volt. Annyi volt a közönség, hogy az ablakokban szokták mondani, még a csilláról is lógtak. Az a bizonyos magyar szó. Azért az fontos volt az emberek számára, és az az álomvilág, amiben éltek, sőt, ha a színész egy olyan darabot játszott, ahol el tudta mondani, vagy ki tudta mondani, inkább így mondom, az emberek helyett, hogy magyar vagyok, meg sok minden ilyen, amire az emberek, a nézők rácsodálkoztak, hogy Istenem, ezt is lehet, már pedig lehet. Aztán ilyen is volt gyakran, hogy egyházi méltóságok szerepét osztották ki rád. Hogy érezted magadat a reverendában? Ezekben a szerepekben úgy éreztem, hogy ezeknek magában a szerepeknek, az egyházi méltóságoknak volt valami a darabon belül küldetésük, amit teljesíteni kell. Én bocsáss meg, akkor éreztem valójában, hogy ez mi, amit most kérdeztél, amikor hosszú idő után már az én színházamban a Mindszenty bíboros a monodrámával itt Komáromban a Szent András, ami most már bazilika, gyönyörű helyiségében adtuk elő, és ugyanúgy nekem az oltár előtt volt a színpadom. És az az érzés magában az embernek a gondolkodását is emelkedettebbé teszi. Nekem vissza kell mennem egész a szülői házhoz,
hogy otthonról nem sokat, de amit hoztam, az a mai napig fontos a számomra. A pontosság, a becsület, tisztelet az idősek iránt, és a hit. És az a hit elkísér az egész életemen keresztül. Nem csak a Mindszentiről szóló előadásban, de egyáltalán, hogy úgy érzem, ha valamit műsorra tűzök, és valahol az első pillanaton én érzem, hogy honnan, hova fogok majd eljutni. És az, ami nekem erőt ad, ez a bizonyos hit, kitartást, hogy megpróbálok, vagy képes vagyok annak a személynek a belső világába, a gondolatvilágába beletekinteni, mert végül is én a Mindszenti bíboros nem játszhatom el, mert lehet, hogy nem hasonlítok Mindszentire, de az ő világlátását, a gondolkodását, az egy előadó színész, az eljátszhatja. Van kinek megtartó hűség, van kinek kínzó örökség. Nekem te vagy a napfelkelte, és te leszel a naplemente. Századokon átzengő ének, esküvése a hétvezérnek, hangfoszlány a lehelkürtjének, lelkevirág a Szent Istvánnak, fájdalma a Muhi csatának, igazság a Mátyás királynak, sikolya a vérző Mohácsnak, Trianonnak fekete láza, nemzetrészeink pusztulása. A réges-rég porladó ajkak te általad mind megszólalnak, mert benned ölt testet a lélek. Hazám, anyanyelvem, szeretlek téged. Gyakran sétáltok erre felé? Igen, igen. Utóbbi időben kevésbé, de valamikor ez volt a korzója a városnak. Igen. Ez az útfelügyen. Én egy mondatot mondanék még a várossal kapcsolatban, amit csak hallomásból tudok, az 50-es évek elején, ugye mivel kikötőváros volt Komárom, sokféle náció, nemzetiség megfordult itt, sokféle vallású emberek, és valahogy megfértek egymás mellett. Úgy, ahogy én gyerekkoromban, Pozsonyban találkoztam emberekkel, akik németül beszéltek, magyarul beszéltek, szlovákul, senkinek nem volt baj, nem irritálta, hogy másik milyen nyelven beszélt, kicsoda, micsoda, tisztelték és szerették egymást hallani. De ahogy mondják, az egy más világ volt. Hát igen, sajnos. Igen. Eszterházy János gondolatot ébresztett benned. Van itt egy domborműve. Elmehetünk, megnézhetjük? Igen. Én is azt veszem észre, hogy 11. éve van műsoron, de egy-egy gondolata aktuálisabb, mint valaha volt. Pláne a Sóbadokon, mert legutóbb ott volt egy előadásod. Hát amit ugye Eszterházyról ír, a két háború között, az 50-es évek elején, amikor az emberi jogok, a magyarság, az, hogy valaki magyarnak vallja magát, az tabu téma volt az országban. Sok helyet ugye iskolák nem voltak. Az én nővérem is szlovák iskolában kezdett, nem voltak a 30-as évek végén magyar iskolák. Talán sokan nem tudják, hogy ő a tiszói szlovák parlamentben egy akkora terhet magára vett a zsidóság igen, ügyében, holott igen. Tudjuk, ő keresztény volt, igen, és egyedül igen. Szavazott a zsidó törvény ellen. Elmondanám azt a rövid történetet. Az Eszterházy előadást Budapesten a Petőfi klubban játszottuk, és az előadás után én átöltöztem, és egy idős úriember bekopogott, odajött hozzám, gratulált az előadáshoz, és mondta, hogy a hét ember közül, akiket Eszterházy egyenesen a Gestapo fő hadiszállásáról hozott ki, ő volt az egyik. És én annyira meglepődtem és megdöbbentem, hogy egyszerűen képtelen voltam valamit, mai napig bánom, hogy legalább nem kérdeztem rá, hogy mondjon többet erről. Ő meghajolt és eltűnt. Ennyi volt. I
itt a Szent Anna kápolnában elég gyakran megfordul, nem csak mint római katolikus hívő, hanem mint közreműködő is, az egyetlen Kossuth Díjas színművészünk, Boráros Imre. Hogyan, miként jött létre ez a kapcsolat? Boráros Imre színművész úrban mi mindig ilyen becsületes, gerinces, ugyanakkor barátságos és nagyon alázatos embert ismertem meg. Egyrészt mindig is nagyon bátran kiállt a felvidéki magyarság anyanyelve és keresztény értékei mellett, illetve a védelmében is, ha szükség van erre. És mint a Mária Rádió műsorigazgatója pedig gyakran találkoztunk, akár itt a stúdióban, akár közösen ellátogattunk egy-egy riport alanyhoz, például Gávgyor József felvidéki tanárral és költővel kétrészes műsort ő maga készített, tehát bátran nevezhetem őt a Mária Rádió önkéntesének is. Számtalan verset rögzítettünk itt a közeli stúdióban. Volt egy közös interjúnk is kedves feleségével, Petrécs Anna színművész asszonnyal, közösen beszélget és az életművükről beszélgettünk. Ezután gyakran reggeli magazin műsorunkban egy-egy színpadi előadása előtt, mint egy beharangozó beszélt arról, hogy mikor, hol lesz az előadása. Sőt, amikor 2015-ben itt Komáromban a Városmissziót tartottuk, akkor a programsorozatba szintén bekapcsolódott a színművész úr egy előadása. Valójában ez ilyen személyes hitvallása volt, és ez itt a Szent Rozália templomban történt. Boráros Imre Eszterházy Jánost is behozta ide a kápolnába. Ez gondolom az önök részéről egy üdvözölt tény. Szükség volna arra, hogy az ő személyét rehabilitálják, tehát hogy föl tudjuk ismerni az ő értékeit és azt, hogy milyen bátor volt és milyen sok áldozatot vállalt. Hát mondhatnánk akkor a Csehszlovákiai magyarságért, és mindenképpen példaérték és követése méltó az ő élete, és valójában a halála is. Uram, hozzád jöttem, hová is mehetnék. Úgy érzem, minden és mindenki elhagyott. Tudom, ismered ezt az érzést, azon a csütörtökön és pénteken, amikor ember élet próbálta meg ezt a földi létet. Nem vagyok kitartó, mondod. Öt generáció üzenetéhez próbálok hű lenni. Mindazokéhoz, akik előttem járták be ezt az utat. Nem magamért könyörgök. A néptöredéket féltem, amelyből vétettem. Nem tehet róla, hogy 100 éve könyörtelenül kiszakították nemzete testéből, és mára ilyen kiszolgáltatottá vált. De minden embert a te teremtményednek akarsz látni. Nem is vitatkozom. Csak látnod kellene, hogy a teremtményeid közül nem mindenki a te parancsolataid szerint cselekszik. Köszönöm, Uram, hogy meghallgattál. A felvidéki mártírpolitikus Hanvai a Nyitrához közeli Alsóbodokon, Paulisz Boldizsár birtokán az ecélból épített Szent Kereszt felmagasztalása kápolnában 2017. szeptember 16-án találtak végső nyugalomra. Alsóbodok azóta a találkozások helye.
Legutóbb a Zarándok Központ nagy termében is bemutatták, Siposhegyi Péter Hantyával sem takar János Passió című monodrámáját. A színpadi műben Boráros Imre főszereplőként állít emléket Eszterházy János tiszteletének. Üdvözlöm, elnök úr! Örülök, hogy régen találkozhatunk. Ön mégiscsak ennek a köztársaságnak az elnöke. Benes? Én nem azért jöttem ide, hogy a kezét megrázzam, hanem hogy felrázzam őt. Bizonyára nem tudja kellő alapossággal, hogy odalent délen a határ közelében a szlovák nemzet árnyékában él egy nép, az enyém. Ismeri a magyarokat? Na, legalább tudja, hogy létezünk. Látva az előadásodat, arra enged minden következtetni, mintha egy ilyen belső barátságban volnál magával Eszterházy Jánossal. Gondolom, hogy igen. Gondolom, hogy azért, mert próbáltam megfogalmazni röviden, tömören a mi képtelenség. De ellenben, hogy én a verses összeállításaimban a verseket válogatom, ahogy kiválasztok egy-egy darabot, egy-egy akár monodrámát, hogy én mit tudok ezzel mondani, mit tudok átadni a közönségnek. Valahol mindig ott van ez, amit az Eszterházy lényében, az emberi mi voltában tudok megfogalmazni, hogy számomra ő a hit, az áldás és a szeretet. Beres úr, arra szeretném kérni, hogy legyen elnöke annak a 800 ezer embernek is, aki most hazátlannak érzi magát, és ígérem nevükben is, hogy az a 800 ezer, az mindent megtesz azért, hogy ez az ország, amit ide rajzoltak fölénk, egyszer a világ hetedik ipari hatalma legyen. Eszterházy János szellemi hagyatéka népszerűsítésében óriási szerepe van Boráros Imre, Kossuth-díjas fölvidéki magyar színművésznek. Az Eszterházy ügy nagy nyeressége, hogy Imre az ügy mellé állt. A történészek írhatnak, beszélhetnek, könyveiket vagy olvassák, vagy nem a mai rohanó világban. Nagyon nehéz vaskos könyvekkel lekötni az emberek figyelmét. Azonban egy ilyen karakterű színművész, mint amilyen Boráros Imre, ha megszólal, arra oda kell figyelni, és arra oda is figyelnek. Az a tény, hogy előadását, amely már átlépte a százas előhatárt, vagy bemutató határt, folyamatosan meghívják Fölvidék, Kárpát-medence, Magyarország különböző területein. Ez a tény azt mutatja, hogy Boráros Imre olyan szuggesszióval tudja Eszterházy János monodrámáját megjeleníteni, amely tulajdonképpen több, mint előadás, egy misztériumjáték igazából. Ha rátegnézünk Boráros Imrére, az Eszterházy monodráma Siposhegyi Péter Hantyával sem takar című monodrámájának előadása közben, akkor szó szerint megelevenedik előttünk Eszterházy János élete, lelkülete, karaktere, belső vívódásai, küzdelmei és áldozata. Én a parlament képviselője vagyok, akit véd a mentelmi joga, csak a parlament felhatalmazásával lehet bíróság elé citálni. Rendőri felügyelet alá. Mit csináltam én, meg tudják mondani? Teszem a dolgot. Képviselem azokat, akik képviseletével megbíztak. A színpad mit jelent Eszterházy János szellemi hagyatékának a népszerűsítésében? Aki vállalja önmagában azt, hogy Eszterházy János életét, politikai pályáját, emberi nagyságát színpadra vigye, annak önmagában szerintem nem kell semmit bizonyítania. Tehát ez önmagában egy elköteleződés, egy hitvallás, és ebben Boráros Imre tökéletesen helytállt és nagy példát mutat mindannyiunk számára. Az általam szervezett Martosi Szabad Egyetemen például többször szerepelt már, fellépett a Hit és Hűség című darabbal, Csáky Pál darabjával, illetve volt beszélgető társa is Csáky Pálnak, szóval visszatérő vendége a rendezvényeinknek. Nem vagyok képes gyűlölni. Szerest fele barátodat, mint te magad. Számíthatnak rám. Csak rám számíthatnak, ön pedig különbség. Van egy hölgyem az ön számára,
Tudom, hogy Budapesten sem jön önöknek, de legalább nem életveszélyes. Boráros Imre pályafutása során nem ment ritkaság számba, hogy egyik nap Észak-Komáromban, másnap már csak nem 400 kilométerre innen, Királyelmecen várta őt a színház kedvelő közönség. Talán maga sem hitte volna annak idején, hogy így lesz ez 70-en túl is, mert hogy a napokban Csáky Pál Hit és Illúzió című monodrámáját a Keleti Végeken is bemutatták. Segíts meg minket, Jézus! Hogy tudjunk becsületesen élni. Segíts meg minket, Jézus! Hogy tudjunk mások iránt szeretettel venni. Ember emlékezet óta szinte baráti viszonyban vagytok Boráros Imrével. Milyennek látod őt mostanában, ahogy ezeket a darabokat játsza? Kemény főnök. Mármint, hogy bizonyos fokig az én főnököm is, ugyanis ő vett rá engem arra, hogy színpadi szerző legyek. Mi már közel 40 éve ismerjük egymást. A kezdetekkor ez természetesen féloldalas volt, ez az ismerettség, tehát ő a színpadon volt, én pedig lent a nézőtéren. Én azt szerettem és tiszteltem benne mindig is, hogy vállalta a nagy sorskérdéseket feszegető darabok színpadra állítását is. Tehát nem csak az akkori magyar területi színházban, a későbbi Jókai Színházban, hanem saját maga rendezésében, saját maga feldolgozásában is olyan szép egyszemélyeseket alkotott, amelyekre máig emlékszem, a Dózsára például, ami már több mint 30 éve mutattatott be. Máig emlékszem az arca rezdüléseire, a mozdulataira, tehát akkor a hatást tett rám a Dózsa. És aztán több gyönyörű alkotást formált meg. Mindszenti darabja is nagyon szép, az Eszterházyról szóló egyszemélyes színház is figyelemre méltó. És aztán ez a kapcsolat idővel, barátságá fejlődött, és ő kérdezte meg tőlem 8-9 évvel ezelőtt, hogy nem lehetne a Pacsirta éneke című kis regényemből, amely a felvidéki magyarság történetéről szól, egy családregény formájában színpadi átiratot készíteni, és ezt végül is megtettem, és így indultunk aztán közösen a színpadi színházi úton. A szerzőt mennyiben motiválja a színész egyénisége, pláne ha még a barátjáról van szó? Nagyban a Hit és Hűség című darab, amelyet a Pacsirta énekéből írtam, és lényegében a hosszú 20. század történetéről szól, egy családregény formájában 6 generáció történetét írja le. Itt a felvidéken mi hogy éltük meg az elmúlt évszázadot. Ezt amikor átírtam színpadi változatra, és megjelentettem az első drámakötetemben, akkor a szerkesztő, aki ismert mind a kettőnket, és tudta, hogy van egy ilyen kapcsolat közöttünk, azt mondta, hogy bizonyos részeknél szinte a leírt szöveget Boráros Imre hangján hallotta vissza. Annyira úgy gondolja, hogy rá volt, Imrére volt írva az a figura, az a szerep. És kicsit a mostaninál is, a Hit és Illúziónál is, itt már bevallottan együtt dolgoztunk, és több olyan szófordulat, mozdulat, elem van a darabban, amely Boráros Imre nélkül így nem jött volna létre. Tehát az eszméknek, amiket hirdettek. Eszmék, ugyan már. Hát hol élsz, te ember? Illúzió. Illúzió! Illúzió!
A helyszín varázsa milyen hatással lehet a színművészre itt Király Elmecen? Valamikor még a területi színházzal, ahogy a színházhoz kerültem, ugye, sokat tájoltak, és nagyon hosszú kiutazások voltak, 2-3 hetes kiutazások voltak. Ugye ezen a tájon is jártunk, nagyon gyakran. Aztán 70 elejétől 71-ben kerültem a Kassa Itália Színházhoz. Hát rendszeresen, majdnem minden produkcióval itt voltunk, megjelentünk. És abban az időben azért a magyar szó az valami olyan csodálatos volt. Sajnos, hogy ezt kell mondanom, hogy a táliások is, hogy veszítik el azokat a helyeket, ahol valamikor rendszeresen megjelentek, és telt házak előtt. De a Csáky darabnak nem volt rossz a fogadtatása. Ezt elvártad, vagy gondoltad egyáltalán? Érdekes dolog, hogy a pályám az életem során, ha valamit, persze ez a, mind a színházon kívül, most már ugye a saját színházok, Berkein belül van, hogy amit műsorra tűzünk, és nekem a valahol picit-picit megmarad, vagy megragad valami, egy gondolat, egy mondat, vagy általában, amit úgy érzem, hogy ez fontos a közönség számára közölni, továbbítani, átadni, hogy lehet, hogy furcsán hangzik, de én látom a végeredményt. És én láttam, hogy hova szeretnék majd eljutni, és ezzel a produkcióval, az elsővel, de a másikkal is. Szóval oda eljutottunk, ahogy én elképzeltem. És ismervén, ugye mi az anyaországon kívül élő magyarok vagyunk, tehát a határon túlélő magyarok vagyunk, és ahogy a költő mondja, hogy nekünk százszorta többet kell adni és akarni, mint az anyaországiaknak. Hogy igenis, méltóak vagyunk arra, hogy itt vagyunk. Köszönjük néked, Jézus, hogy szent akaratodat mindenben teljesíteni törekedtünk, törekszünk. Köszönjük néked, Jézus. Jó szerepeket kaptál a Kassa Itália Színházban. Sok jó szerepem volt, kimondottan, amire szívesen emlékszem, és ez köszönet Beke Sándor barátomnak. Őrkénynek a toltékjában az őrnagy szerepe. A Sanyi kitalált, hogy egy ilyen kis plakettet csináltat, és belső szavazás alapján az év legjobb színészére, hogy kap egy ilyen valamit. Hát majd megmutatom neked, ott van a nevem is, meg az évszám, hogy mikor volt ez a Örkény Tótékjának az őrnagy szerepére kaptam. Már megbocsáss, nem szívesen vágok a szavaidba, de azért én készültem belőled. Én tudom azt, hogy 12 komoly díjat, komoly elismerést kaptál, legutóbb a Kossuth díjat. Én magammal szemben, én úgy érzem, hogy én az vagyok, aki voltam. A díj átadás előtt és a díj átadás után. Csodálatos valami ez. Ugye ez majd a pályámon, a sok-sok stáció közül, ahol mindig valami olyan történt, ami számomra egy állomás volt, ez a csúcs. És én hálát adok a sorsnak, és mindenkinek, aki nem felejtett el, hogy itt vagyok, és csinálhatom azt, amire valamikor föltettem az egész életemet, és elindultam azon az úton. És úgy érzem, hogy helyes volt az a választás. A Kossuth díj mennyiben játszott közre, hogy teljesen önállóan működtetitek most már a Boráros Imre Színházat? A fiunk, aki Prágában végzett színházi díszlet és kosztümtervező szakot végzett, és egyszer úgy beszélgetünk, és mondja, hogy hát jó, most már szabadok vagytok, például, hogy miért nem veszed a nevedre a színházat? Azt mondják, itt Prágában több neves színész, Pince Színházat, nem tudom, még kis mini színházat üzemeltet a saját nevén, ugye? És mondtuk, hogy hát végülis igazad van. És ekkor jött ez az ötlet, Pannika segített, és így lettünk mi Boráros Imre Színház. A családi háttér az valahol úgy érzem, ott van nálatok az első sorban. Hát nagyon, nagyon, nagyon is fontos.
Főleg a Pannikának sokat köszönhetek, ahogy mondtam, hogy ő az, aki egy-egy szerep darab felkészítésénél, hát annál találóbb instrukciókat, rendező nincs a világon, aki olyat tudna mondani velem kapcsolatban, mint a párom Pannika. Hogy él mostanában a hal és a vízöntő itt a konyhában? Mert egyikötök ebben, a másikotok meg a másik egyben született. Hát nagyon jó helyen állok, éppen a mosogató mellett, mint vízöntő, úgyhogy a konyha az teljes egészében az én területem. Hány éve annak, hogy így egymás mellett úgy jóban, rosszban kitartotok? 51 évvel ezelőtt házasodtunk össze. Hogyha két ember könnyebben fogja meg, azt szokták mondani, ugye ezt a kétfülű kosarat, és a házasságban másról kapcsolat, másról fog szólni a család alapításról. Annak ellenére, hogy nekünk elég későn szántuk rá magunkat, és elég későn született 6 év után a fiunk, Henrik, de mert annyira el voltunk foglalva, Imre Kassán volt, én itt voltam. Melyek a legemlékezetesebb szerepek? Itt kezdtél te is a Komáromi Magyar Területi Színházban annak idején. Igen. Ennek van azért egy kis története, hogy a pedagógus pályára szántak a tanítóim. Azt gondolták, elég sok türelem, impulzivitásom ellenére türelem van bennem, amit én nem gondoltam úgy, és azért tettem egy kísérletet a színháznál, és azonnal fölvettek. Vannak emlékezetes szerepeid itt Komáromban? Persze. Első években a kis naivákat játszottam, Kismadárban játszottam a Mencit, egy nagyon aranyos szerep, Ferenczi Annikának a húga voltam, és az első ilyen komoly élményem a színpadról, az Annika szintén mindent megélt a színpadon, és egy pofont kellett, hogy adjon. Hát akkora pofont adott nekem az első előadás, hogy a fal állított meg kint a kulisszák mögött. Aztán ezt úgy én is elkaptam, mert előfordult, hogy Bugár Béla kollégámnak én adtam akkor a pofont, hogy kergetett a szünetben, hogy agyoncsaplak, hol van a Petrécs agyoncsapom. Izzig vérig nő vagy, ezért automatikus a következő kérdésem. Nem lepődtél meg, amikor megkaptad a Nyilas Misi szerepet? Nem. Azért nem, mert egyhogy még tényleg szinte gyereklány voltam, úgyis kezelt a színházban mindenki, én voltam a legfiatalabb, elég sokáig, vagyis sokáig voltam én az egyedüli fiatal kislánya a színházban, és azt gondoltam, hogy akkor még nem nőnek kezeltek, hanem egy gyereklánynak. Annak ellenére, hogy később néhány év után aztán megkaptam a nő szerepeket, sőt az ügyeletes szépasszony szerepeket, amiket nagyon nem szerettem. Érdekes. De hát, igen, hálátlan szerepek, én azt hiszem. Most akkor ezt értsem úgy, hogy nem szívesen jársz a hiúság vásárára? Nem becsülöm túl sokra azt az adottságot, amikor a külsőről szól a dolog. Akkor, amikor szerepet kaptál Budapesten a József Attila Színházban, akkor még Komáromban voltál szerződve, nem? Persze. Erre persze. Hogy emlékszel vissza? Hát az óriási úgy dolog vissza... színész életében, igen. Hogy Budapesten szerepet kap, nem? Bocsáss meg, hogy úgy emlékszem vissza, hogy egy nyári produkcióval a Hatosbástyában indult a Lilienfi előadás, az akkori József Attila igazgató főrendező rendezésében, Léner Péter rendezésében. Én Szilvai professzort játszottam. És akkor engem nagyon megkedvelt, látta, hogy komolyan veszem azt, amit csinálok. Fölkészülten jövök a próbánkra, nagy sikerrel be is mutattuk, és még az év őszén jön egy telefon, és a kollega
aki a Szilvai professzorot, amit itt játszottam, vagy elfoglaltság, vagy betegség miatt, és nem akarták, hogy elmaradjon az előadás, fölkért, hogy vállalnám-e a beugrást. Mi a Pannékával fölutaztunk, délután 2 óra időm volt, hogy összepróbáljam a szerepet, akkor ilyenek voltak, hogy Sütcila volt a Kamilla, csupa ismert pesti színész volt, és este egy nagyon-nagyon sikeres előadás volt, és akkor a kísérő kollega helyett még jó pár előadást én csináltam, majd úgy az évad vége felett az igazgató úr telefonált, hogy ősszel lenne egy kedvem Shakespeare Makrancos Katájában az apa szerepet elvállalni. Elvállaltam. Ez 4 évig játszott a színház. A miskolci emlékek hogyan, miként élnek benned? A miskolci emlékek. Egy este kapunk egy telefont, Pannika veszi föl a telefont, és mondja, hogy a Miskolci Színház téged keres. De engem Miskolci Színház, mire föl? 3 hét múlva a Csókos asszony kisoperett bemutatójára készül a színház, és a kollega, aki a Tarpataki báró szerepét játszotta, kórházba került, és úgy néz ki, hogy műteni fogják, hogy elvállalom-e. Igent mondtam, és jól éreztem magam. Miskolcon, a városban is csodálatos város. Ez december elején történt, tehát a téli hónapokat fogtam ki, és még januárban voltak előadásaim, február elején, mert utána a kollega vissza is jött, és én pedig akkor a Pannikával egy újabb meghívást kaptunk külföldre. Gondoltad volna valamikor a szocializmus éveiben, hogy egyszer még Ausztráliában, az Amerikai Egyesült Államokban, a Skandináv Államokban, és sorolhatnám tovább, hol, mindenhol szerepelsz? Hát nem. Álmomban nem jutott eszembe, sok mindent megálmodtam, mondjuk ezt nem. 2006-ban volt az 56-os Magyar Szabadságharc 50. évfordulója, ugye, ha jól emlékszem. És egy ilyen műsort akartak összeállítani, és valahol minket megtaláltak az interneten, vagy valahol, hogy van itt egy színészházas pár, irodalmi összeállítások van, meg minden. Amerika ezután következett, vagy még ezelőtt? Amerika előtte volt már több, sok. De nagyon jó volt a sajtó visszhangja az ottani szerepléseteknek. Hát nem tudom, de sokszor mondtam, hogy itthon is egy-egy szerep után jó kritikákat kaptam, de ez meghaladta. Egy-egy ott lét, a kritika, a visszajelzés. Az egyik kritikában írják, hogy a legszentimentálisabb dal, ugye, Szomorú vasárnap. Írtó nagy sikerem volt, írtó nagy. Na akkor szintén volt egy pillanat, amikor azt mondták, hogy nem akarok én kint maradni. És mondtam, hogy nem, én nagyon jól érzem magam, csodálatos minden. A boldogságtól nem tudok aludni, de jövő hét szerdán mi utazunk haza. Filmekben is szerepeltél, elég szép szerepeid voltak, és gyakran. Ami maradandó volt számomra, az 2 olasz produkció volt, az egyik a Verne Gyulának a Strogoff Mihály, ahol ezt a Szergely atyát játszottam, az Irkutszki kolostorban volt, amit itt Árvavárában forgattak. Aztán volt még egy olasz produkció, Dostoyevsky műve, és ami számomra meghatározó volt, szép emlékek, csodálatos volt, az a Zselari című film volt. Ezt 2 évig forgatták. Volt benne tavasz, nyár, ősz, tél. És ki volt a főszereplő, akivel én rendszeresen sokat cseveríztem, együtt voltunk, a Cserhalmi Gyuri barátom Budapestről. És sokáig Még készültünk, ugye voltam egy meghallgatása, aztán jött a szöveg. Nem tudtam, hogy ez a Zselari végül is mit jelent. Aztán kiderült, hogy Morvaországban fönn egy település, egy falu. Ez volt a Zselari. Ez a háborús években játszódik, ugye még a német megszállás alatt, és én a Gyurinak a szomszédját játszottam. Sok forgatási napon volt. Szép volt, jó volt, váltottuk a világot. Bejártad a félvilágot, ha nem az egészet, de mindig hazajöttél. Leszüremlett-e egy olyan életfilozófiád,
amelyet szívesen továbbadnál a fiatal színművészeknek? A hűség. Először is a hűségé. Úgy gondolom, hogy azért jöttem vissza, mert valami fontos számomra itt ebben az országban. A szűkebb környezetemben, most már itt, Komáromhoz is kötődöm, 53 éve, hogy itt élek, és a hit, ez 3-4 olyan, pont olyan dolog van számomra, ami egyszerűen nem tudok kihagyni semmiből, mert mindenütt ott van a hit, hogy érdemes itt élni, érdemes alkotni, és a szeretet, ami legalábbis olyan fontos, hogy béke legyen, fogjuk meg egymás kezét, mint a dal is mondja, hogy szeressük egymást, gyerekek.